Szent Szellemnek a vezetésében és az imáinknak a közbenjárása által úgy gondolom, hogy a mai nap is Isten dicsőségére lesz, és hatalmas dicsőségi eladások lesznek, és folytatni fogjuk azt a gondolatmenetet és tanítást, amit a múlt héten kezdtünk el Isten dicsőségének, és a bűnért való áldozati bemutatásnak az igéivel foglalkoztunk, a bűnért való áldozat, és hogy miért volt szükség erre, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tegye értünk. Az ige így folytatja, hogy mi Isten igazságává tétethessünk ő benne. Azt is tanítja a Biblia, hogy amikor Jézus bemutatta ezt a tökéletes áldozatát, akkor volt lehetősége Istennek arra, hogy a lelkiismeretünket tökéletesen megtisztítsa. Mert a tökéletesen tiszta lelkiismeret egyféleképpen jöhet létre, hogyha tökéletes a bűnért való áldozat. És ez egy nagyon fontos kijelentés, amit mindannyiunknak meg kell érteni, és a Zsidó levél 10. fejezetében jártunk a múlt héten, úgyhogy onnan folytatjuk, és ha előveszitek a Bibliát, együtt olvassátok velem az igét, akkor még jobban talán megragadja a figyelmeteket. Azt tanítja itt a Szentírás a Zsidó levél 10. fejezetében, az első verstől kezdve. A gondolatmenet így szól, hogy mivel a törvényben csak árnyéka van az elővendő javaknak, nem a valóság igazi képe. Ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat. Tehát látjátok, arról volt szó, hogy az ószövetségi áldozatokat rendszerint évről évre be kellett mutatni az engesztett bűnért való engesztelés áldozatát, de ezek a lelkiismeretet nem tudták tökéletessé tenni Isten előtt, vagyis Istennek az ószövetségi népe nem tudott tiszta lelkiismerettel megállni Isten előtt, mert nem volt képes, hogy ezt a tökéletességet a lelkiismeretükben elvégezze. Ha képes lett volna ez az áldozati rendszer az Ószövetségben erre, akkor megszűnt volna az áldozás. Hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Látjátok, a szívünkben lévő bűntudat az, ami megakadályoz minket attól, hogy Isten elé tiszta szívvel járulhassunk. És az áldozatok pont erről szóltak, előképei voltak annak az áldozatnak, amit majd Jézus Krisztusnak kellett bemutatnia, amely képes volt egyedül arra, mivel ő egy tökéletes, tiszta, áldozati, bűnmentes áldozati bárány volt a bűnért, hogy a lelkiismeretünket tökéletesen megtisztítsa, hogy tökéletessé tegye a lelkiismeretünket, hogy bűnmentessé tegye a lelkiismeretünket. Másként szólva, és ez is egy nagyon érdekes és igen hatékony megfogalmazása ennek az igerésznek, hogy a lelkiismeretünknek találkoznia kell Jézus vérének a meghintésével. Ha ez nem történik meg, bár hiszünk Jézusban, de nem tettük meg ezt a megvallást, akkor a lelkiismeretünket terheli a bűn. És Istennek az akarata, hogy a törvényt félretette az útból, mert a törvény nem volt képes arra, hogy megszentelje az áldozatot bemutatókat, hanem hozott helyette egy tökéletes áldozati bárányt, és a törvény helyett a kegyelem idejét hozta el a számunkra, és ezt a gyönyörűséges áldozatot maga Jézus Krisztus mutatta be Isten előtt, amely tökéletes volt, és Istennek ezzel a szent akaratával egyszer és mindenkorra meglettünk szenterve a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És a legszebb része ennek az, hogy a mai napon is tudod, hogy amikor ezt prédikálják neked, és hallod, akkor tudod, hogy ez az igazság, mert adott a drága mennyei atya
egy bizonyságtevőt erről, hogy te meg vagy tisztítva. Ez a 15-ös versben volt, és olvastuk is, hogy bizonyságot tesz erről nekünk a Szent Szellem is. Vagyis kaptunk egy olyan csodálatos isteni lényt, a Szent Háromság harmadik tagját, aki beköltözött a szívünkbe, és mindarról, amit hallasz, bizonyságot tesz. Bizonyságot tesz, hogy a bűneinkről és az álnokságainkról Isten többé meg nem emlékezik. Írja itt a 17-es vers. Vagyis nem azt mondja, hogy a bűnért és a vétkekért való áldozatot meg kellene ismerni, hanem azt mondja, hogy ha ezeket az áldozatokat elfogadjuk, akkor a bűneinkről és az álnokságainkról többé emlékezés nem lészen Isten szemében. Vagyis Isten szemében úgy tudsz megállni, és Isten előtt, mint ha ezeket a bűnöket soha el nem követted volna. Vagyis tisztán, megigazultan, és bűntelenül tudsz Isten előtt állni az ő kegyelmében. Ez az üzenet, amikor halljuk Istennek ezt a kegyelem üzenetét, akkor elvégzi azt a csodát az életünkben, hogy akiket különböző függőségek, rabsága tart fogva, és úgy gondolják, hogy ezek a dolgok a kábítószertől kezdve, az alkoholig, vagy sok más dolog lehet, ami úgy érzékelhető az életünkben, hogy mivel ezeket a dolgokat elkövettük, és hosszú ideig követtük el, ezek megakadályoznak minket abban, hogy valahogy is Isten elé járulhassunk, és hogy Isten elfogadjon minket, és egy teljes károsztatás alatt tartjuk az életünket. A mai alkalomnak is ez a célja, hogy a lelkiismeretedet teljességgel felszabadítsa, mert ha felszabadítod a lelkiismeretedet Isten igazsága által, akkor leszel képes arra, hogy a hitednek a szabadságában könnyedséggel megszabadulj ezektől a függőségektől és a különböző igáktól, a rabságnak az igáitól. A kegyelem evangéliumának a hirdetése tehát nagyon fontos, hogy az emberek megismerjék az Isten kegyelmét igazán. Hogy a kegyelemnek egy igaz hirdetése hangozzék el, és ne vezesse félre a hallgatókat. És akik ezt hiszik és elfogadják, azoknak a Szent Szellem fog arról bizonyságot tenni, hogy a lelkiismeretük teljességgel megtisztult. És ha a lelkiismeretünk megtisztul, akkor tudunk odajárulni Isten elé úgy, mintha a bűneinket soha el nem követtük volna. Erről szeretnék a mai napon szólni nektek, és emlékeztetni benneteket arra is, hogy a görögben az üdvösség szó, a szodzó, amely azt jelenti, hogy megmenekülés, az ördögnek minden gonoszságától, minden rabságától, és a bűntől, és a bűnnek a terhétől, a bűnnek a büntetésétől, és a lelkiismeretet terhelő súlyától való teljes megmenekülést jelenti a szodzó, az üdvösség szó, amit Isten számunkra szerzett ebben a hatalmas megváltásban. Olvassuk újra el a 10. fejezetben, a zsidó levélben, az 1-es verset, mert ez egy kulcs ige mai napon is. Innen folytatjuk ma a tanítást. Úgy szól ez az ige, mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, vagyis Jézus Krisztusnak csak az előképe volt, amikor évente kellett áldozni a bakoknak a vérével. Csak előképe volt az igazinak, aki az Úr Jézus Krisztus. Ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, amely kötelező volt a törvény szerint, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat. Ez azt jelenti, hogy az Ószövetségben, aki vétkezett a bűnösnek, évente kellett vinni egy bárányt,
a főpap elé, és rá kellett tegye a kezét a bárányra, és meg kellett vallania a bűneit a kézretétele során. Meg kellett vallania az összes elkövetett bűnét. Ekkor ezek a bűnök átkerültek a bárányra, és mikor a bűnök oda átkerültek, akkor pedig a báránynak az ártatlansága átkerült arra a bűnösre, aki hozta az áldozatát. Vagyis egy teljes helycsere történt, a bűnök rákerültek a bárányra, és a báránynak az áltatlansága pedig átkerült arra, aki a bűnért való áldozatot bemutatni volt. És miután ez megtörtént, utána a bűnért járó büntetést, tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, a báránynak meg kellett halnia. És a bűnös, aki az áldozatot hozta, pedig a bárány tökéletes bűn nélküli életével távozhatott az áldozat bemutatásáról, mintha nem követte volna el azt a bűnt. Ez az Jom Kippur engesztelés napján történt. A Jom Kippur napot ma is megünneplik, csak már áldozati bárány nem mutatnak be, de ugyanúgy böjtölnek és imádkoznak, ahogy ez megvan hagyva az Ószövetségben. Ez a bűnöknek az elfedezése volt, ugyanis a bűnök így átkerültek egy ártatlanra, akinek az ártatlanságában az áldozatot bemutató távozhatott a templomtól, de a lelkismerete nem tisztult meg. A lelkismeretet nem volt képes megtisztítani, ezért írja, hogy soha nem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat. Tehát nem nyerte el a tökéletesen tiszta lelkismeretét az, aki az áldozatot bemutatta. Hogyha ezt a tökéletességet elnyerhette volna az ószövetségi áldozat által, akkor többé nem kellett volna áldozatokat bemutatni, és többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna az áldozatot bemutatók. Istennek kellett hozni a régi helyet egy újat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az első az Ószövetség volt, és helyébe állította a másodikat, az Új Szövetséget. És ennek az Új Szövetségnek az akaratával megszenteltettünk, Isten akaratával egyszer és mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. A Jézus Krisztus testének a megáldozása a szívünkig kell, hogy hatoljon a valósága. Mert Isten egy olyan bárányt hozott, aki soha nem ismert bűnt, soha nem cselekedett bűnt, és nem volt benne bűn. Tehát nem ismerte a bűnt, nem cselekedett soha bűnt, és a bűn nem volt jelen ő benne. Vagyis teljesen tökéletes, engesztelő áldozat lehetett Isten előtt. Ezért mondja Keresztelő János, amikor meglátja Jézust, hogy ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Elveszi, minthogyha nem is lett volna ott, magára veszi és elviszi, és bemutatja érte az áldozatot Istennek. Ilyen tökéletességet nyer az, aki ezt az áldozatot elfogadja. Ezért annyira fontos a kegyelem evangéliumának hirdetése, mert ha a világ erről nem is hallott, akkor hogy tudná elfogadni azt? És így hogy tudna megtisztulni a lelkismeretében? Jézus a világ bűneit vette el, és mint Isten báránya jött a földre, hogy ezt elvégezze. Mint Isten báránya. Tökéletes áldozat tud csak tökéletes lelkismeretet biztosítani. Azért van tökéletes lelkismeretünk Jézus Krisztus által, mert az ő áldozata egy tökéletes áldozat volt. Nem a cselekedeteinkre utal ez a szó, hogy tökéletes lelkismeret, mert a cselekedeteinkben továbbra is vétkezhetünk, akár elbukhatunk, és Isten nem a cselekedeteinkre hagyatkozott, amikor azt mondta, hogy te mostantól kezdve tökéletes lelkiismerettel bírsz.
Tehát a cselekedeteink és a gondolataink tökéletlensége ellenére Isten azt mondja, hogy te tökéletes lelkiismerettel bírsz, ha elfogadod az áldozatot, az Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Mondok erre egy példát, hogy mit is jelent ez a tökéletes lelkiismeret. Azt jelenti, hogy nem terheli többé a szívünket annak a bűnnek az adóssága, amit elkövettünk. Hogy is történt ez? Tegyük fel, hogy te valakinek tartozol 1000 forinttal, mert kölcsön kértél, és nem tudod visszaadni neki, így aztán kerülöd is a vele való találkozást. Amikor meglátod, átmész a túloldalra, elfordulsz, feszélyezve érzed magad, mert tudod, hogy van tartozásod, és azt is tudod, hogy nem tudod megadni, és ezért kellemetlenül és feszélyezve érzed magad annak a jelenlétében, akinek tartozol. Ugyanez a helyzet a bűnös emberrel, aki még nem fogadta el a megváltását. Nem mer Isten elé járulni, mert az elkövetett bűnei miatt kárhoztatás alatt van. Kárhoztatás alatt. És ekkor jön valaki, aki az illetőnek, akinek te tartozol, felajánl nagyvonalúan 1 millió forintot, és azt mondja, hogy fogadd el, hogy ebben az az 1000 forint is fedezetként benne van, amivel az XY tartozik neked. Vagyis létrejött egy túlfizetés, túlfizetés jött létre, mert az illető, aki ilyen nagyvonalú volt, kifizette a te tartozásodat, sőt, még annál sokkal, de sokkal többet is fizetett, vagyis akinek tartozott, az még jól is járt vele. No, ha ezek után találkozol az illetővel, és tudod, hogy ezt a tartozásodat rendezte, akkor már meg tudod őt közelíteni egy tiszta lelkiismerettel, mert már nem nyomja a lelkedet, sőt, még talán olyan mértékben is összehaverkodtok, hogy beültök egy étterembe, és esztek egy jó ebédet, és nevetgéltek, és barátkoztok, és további jó kapcsolatban maradtok. Miért? Azért, mert valaki rendezte a tartozásodat. Lehet ugyanígy a te életedben is, hogy a te bűnért való áldozatodat az Úr Jézus Krisztus az ő tökéletes áldozatában bemutatta, és te, miután ezt elfogadtad, és a lelkiismereted megtisztult, mégis a bűn jelen van például a gondolataidban. Mert gondolsz olyan dolgokat, amelyek nem hitből vannak, és minden, ami nem hitből van, bűne az annak. Vagyis a gondolataidban jelen lehet továbbra is a bűn, bár elfogadtad a teljes megváltásodat. Vagy jelen lehet ugyanígy a bűn például a cselekedeteidben is. Olyan dolgokat cselekszel, amik szintén nem hitből vannak, de a lelkiismeretedben már nincs többé jelen az ezért való kárhoztatás. A lelkiismereted szabad ezektől a dolgoktól, amit tettél, mert egy tökéletes áldozat került bemutatásra, és a tökéletes áldozat képes arra, hogy tökéletessé tegye az odajárulókat. Vagyis, amikor a bűn kikerül a lelkiismeretedből, tehát hangsúlyozom, hogy nem a gondolataidból, ne is károsztass magad ezen, mert mindenkinek lehetnek olyan gondolatai, nem tudja honnan az égből csapott be, de ilyen gondolatokkal amúgy nem is foglalkoznál, és elveted aztán, de ezek a gondolatok ott voltak egy villanásra. Vagy vannak cselekedeteid, amelyek szintén a bűnnek a fogalom körébe tartoznak, de tiszta vagy a lelkiismeretedben, vagyis amikor a bűn kikerül a lelkiismeretedből, akkor megszűnik az uralma a szívedben. És ezt nagyon jegyezd meg. A bűn te rajtad többé nem uralkodik. Ezt írja a Róma levél. Megszűnik az uralma a szívedben. Hogyha a bűnnek megszűnik az uralma a szívedben, akkor a betegségnek is megszűnik az uralma az életedben. Többé nem uralkodhat feletted. Neked van hatalmat felette,
mert Jézus teljes váltságot fizetett, érted? És utána odaadta a nevét, hogy uralkodj az ő nevében, vagyis parancsolhatsz annak a bűnnek, és parancsolhatsz annak a betegségnek, hogy távozzon el az életedből. Tehát nem ő uralkodik többé rajtad, hanem te vehetsz uralmat az ellenség minden ereje felett. No, ha ezt eddig megértettük, és hiszem, hogy ez világosan került közlésre a szívetekben, akkor beszéljünk arról, hogy a valódi szentség az valóban mi is. Hogy a szentek nevezhetik-e magukat a valódi szentségben, úgyhogy ők teljesen megszentelődtek az Úr Jézus Krisztusban. A valódi szentségnek a kulcsa a tökéletes lelkiismeret. Hogyha a lelkiismereted találkozott a szent vér meghintésével, akkor tökéletessé tétettél a lelkiismeretedben. Ettől még nem garantált, hogy tökéletes lesz minden területen a viselkedésed. Lehet, hogy holnap megbántasz valakit, lehet, hogy holnap szólsz valakinek egy olyan néhány szót, vagy indulatoskodsz, amit nem kellett volna. Lehet, hogy lesznek olyan gondolataid, amelyek nem az ige szerint valók lettek volna. Ettől függetlenül az ige úgy tekint rád, Isten igéje úgy tekint rád, hogy te a valódi szentségben élsz, mert tökéletes a lelkiismereted. Ezt a kettes versből olvassuk ki, ide visszanézünk. Azt írja az ószövetségi áldozatokról, hogy különben megszűnt volna az áldozás az ószövetségben, hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Itt az új szövetségben pedig egyszer és mindenkorra megtisztultak az áldozók, Jézus Krisztus áldozata által, mert mi ő benne voltunk, és így többé semmi nemű bűntudattal nem rendelkezünk. Szabadok vagyunk a bűntudattól. És ez a kereszténységnek a hatalmas kincse, mert a bűntudat az nem a hívő osztály része. Még akkor is, ha elkövetted azokat a bűnöket, a lelkedben szabad vagy attól a bűntől. Nagyon fontos és kulcs lényegű dolog, minél inkább bűntudatos vagy, forgatod azt a bűnt a szívedben, hogy ezt mégis elkövettem, és engeded, hogy az ördög károsztatást tegyen rád, annál inkább továbbra is benne fogsz maradni abban a bűnben, abban a szenvedélybetegségben, abban a fogságban, és annál inkább fogod újra és újra cselekedni azokat a dolgokat, mert az ördögnek a vonzás körébe kerültél. Vagyis a lelkiismeretedet a bűntudattól mentes állapotban kell tudnod tartani. Van, hogy úgy hirdetik az evangéliumot nekünk, a kegyelmet, hogy igaz ugyan, hogy Isten megkegyelmezett neked, és te üdvösséget nyertél, és megkapod a bűneidnek a bocsánatát, és aztán oda teszik azt a ha szócskát, hogy ha eleget imádkozol, akkor majd megkapod a bűneidnek a bocsánatát. Ha ezt teszed, és akkor sorolják azokat a vallásos cselekedeteket, amelyeket cselekedned kell. És mindegyik emberi mérték szerint való lesz, mert Isten igéje nem mond ilyet, és nem tanít ilyet. Úgy tanítja, hogy a bűneink már eltörlést nyertek. Ha eltörlést nyertek, akkor csak annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk azokat hitünk által, és akkor megvan nekünk. Isten országában minden hit által működik. Jézusnak a teljes megváltási műve a tiéd, ha hiszel, ez így szól. A ha szócska után semmi más nem következhet, csak az, hogyha hiszed azt. Ha hiheted azt,
Minden lehetséges a hívőnek. Az üdvösségében való járás is így lehetséges. A tiszta lelkiismeretben való járásunk is így lehetséges. A tökéletes lelkiismeretben való járásunk is így lehetséges, ha hiszünk. Hit által van az mi üdvösségünk és a mi lelkiismeretünknek a megtisztulása, és nem az odajáruló, a megtérő cselekedetei által. Ez annyira fontos dolog, hogy erről sokszor és nyomatékosan kell tudnunk szót ejteni az evangélium hirdetése során. Úgyhogy meg is tesszük, mert a világ egyetlen dolgot akar, hogy minél jobban károsztassuk magunkat azért, amit tettünk. Miközben Jézus kifizette az árát azoknak a bűnöknek, és szabaddá tett minket a bűnért járó büntetés következményeitől is. Nézzük csak meg az Efézusi levélnek az első fejezetében azt a 7. verset, ami felszabadít majd minket. Így szól ez a csodálatos vers. Akiben van, ez Jézus, akiben van a mi megváltásunk az ő vére által, a bűnöknek eltörlése az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ezt a verset nagyon sokszor megtalálod az ima könyveinkben is, hogy imádkozzuk. Miért olyan fontos ez a gondolat, amit itt közöl Istennek a szent igébe? Mert kijelenti, hogy megvan neked. Akiben van, akiben megvan, ezt senki el nem veheti tőled, ha Isten odaadta neked, akkor neked megvan a megváltásod. Az ő vére által, hatalmas árat fizetett érte az, a mi Istenünk, az ő saját vérével fizetett, és azt elhozta a földre, de ezáltal neked megvan a megváltásod. Vagyis a megváltásod az semmit nem tud hozzátenni, hogy abban járhass, hogy a lelkiismeretek teljességgel megtisztult a megváltás által, de ehhez semmit nem tudsz hozzávenni, mert Isten azt mondta, hogy neked ez már megvan, ha hiszel. Vagyis a megváltás azt jelenti, hogy kifizetés általi megszabadulás. Vagyis neked megvan a Jézus kifizette váltságot, és így te szabad vagy megváltásod. Ő kifizette a váltságot, a bűneidért, minden bűnödért, amit elkövettél, és a világ minden bűneért, aki még nem járult Jézushoz, azoknak a bűneért is kifizette a váltságot, és te ezáltal, ha ezt elfogadod, itt van a ha elfogadod, akkor tudsz benne járni, akkor szabad vagy. Ez a megváltás. De az ige még valamit mond ebben az egy mondatban. Akiben van a mi megváltásunk, az ő vére által, és így folytatja. A bűnöknek eltörlése. Eltörlése az ő kegyelmének gazdagság szerint. Mi történt a bűneikkel? A bűnöknek eltörlését tanítja. A bűnök eltörlése azt jelenti, hogy Isten többé azokról meg nem emlékszik. Nem azt tanítja, hogy Isten azt valami, hogy te azokat nem követted le. Szó nincs erről. Isten nem egy hazug Isten. Amit elkövettünk, azt elkövetünk, és azzal oda tudunk járulni a trón elé, és le tudunk borulni Isten előtt, és meg tudjuk köszönni Istennek, hogy mindaz, amit elkövettünk, az ő nagy kegyelméből és irgalmából el lett törve az ő kegyelmének gazdagsága szerint, és ezért te tiszta lelkiismerettel távozhatsz, miután a trónterembe kijöttél, és elmondtad ezt az imádságot. Egyedül ezt kell tenned, hogy elfogadod azt a kegyelmet a bűnödnek az eltörlésére. Bűnöknek eltörlése. Vagyis ne legyen az életedben olyan kárhoztatás, hogy egy múltban elkövetett bűnödért vádolnád magad, kárhoztatnád magad,
mert lefékezi, befékezi a hitedet, amire szükség van, mindazokra a dolgokra, hogy meg tud járni, amik még előtted vannak az életben. Amik meg vannak írva abban a csodálatos könyvben, amit Isten írt rólad, amikor az új teremtés megszületett benned, akkor jó cselekedetekre hívott el. De ha magadat kárhoztatod, akkor nem fogod tudni ezeket a jó cselekedeteket sem megtalálni, sem megcselekedni nem fogod tudni. Bűneinknek eltörlése, tehát kijelenthetjük, hogy megvan nekünk. Miért? Mert az ő kegyelmének gazdagsága megcselekedte. Az ő kegyelmének gazdagsága. Nem csak, hogy kegyelmes volt hozzánk Isten, hanem a kegyelmében gazdagon cselekedett velünk. Bőségesen kiárasztotta ránk a kegyelmét. Bőségesen adta nekünk a megszabadulást a bűneink alól, a váltság alól. Jézus mindent fizetett. A Jézus Krisztus kifizette a bűneinkért való váltságot, vagyis felszabadított minket a bűneink alól, és ez megvan nekünk jelen időben, ahogy írja, görögben is jelen idő szerepel itt. Nem lesz megváltásunk, hanem van megváltásunk az ő vére által. Ebben csak járni kell tudni. Meg kell tanulni, miként járjunk benne. A bűneink eltörlése is benne van, megvan nekünk az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Miért? Mert Jézus tökéletes áldozat volt, és a tökéletes áldozat bemutatása által tökéletes lelkiismeret született bennünk az új teremtésnél. Jézus felszabadított minket a bűneink alól, így is fogalmazhatnánk, és a bűneinkkel együtt járó ítélet alól. Ugye a bűnöket ítélet illeti, mert Istennek igazsága meg kell, hogy ítélje a bűneinket. Ezért Isten mit cselekedett az ő hatalmas bölcsességében és kegyelmében? Vette a mi bűneinket, és azokat ráterhelte az Úr Jézus Krisztusra. És az Úr Jézus Krisztus testén megbüntette a világ minden bűnéért való büntetést Jézus Krisztusra terhelte. És Jézus ezekért szenvedett. Jézus elszenvedte a bűnért való büntetést, az ítéletet, az azért járó betegségeket, fájdalmakat, gyötrelmeket, a szegénységet, mindazt, amit a törvény átka leír, hogyha nem cselekedjük Istennek a tökéletes akaratát, milyen büntetés vár arra, aki a szövetségben Istennel szövetséges. Ezeket a büntetéseket Jézus mind magára vállalta. És ezért nem győzünk neki hálát adni, mert ő ezt valóban megcselekedte. A kegyelme gazdagságának tudd meg, hogy nincs kezdete és nincs vége. Ma is ugyanolyan kegyelmes veled, mint tegnap volt, és lesz az örökkön öröké való ítélet napjáig. Kegyelmes. Kegyelme gazdagságának a műve szerint törölte el a bűneidet. Eltörölte. És ez a csodálatos műve a szívedig kell, hogy érjen. Amikor megérinti a szívedet, és azt mondod, Uram, meghajlok ezelőtt, és én ezt elfogadom, és tudom, hogy ez a te szerelmedből történt, hogy ezt te megcselekedted, akkor a tiéd. Nem tudsz hozzátenni. Csak hálás legyél, és fogadd el. Amikor megérti a hívő ezt a végtelen kegyelmet, a kegyelmének a gazdagsága szerint való bűnök eltörlését. És belegondol abba, hogy ez a megbocsájtás, ez ki terjed a múltban elkövetett bűneinkre, a jelenben, ha ebben a pillanatban vétkeztél Isten ellen, és ha jövőben elkövetett bűneink sokaságáért is, ő az áldozat, és a bűnöknek eltörlése ebben a kegyelmi áldozatban elvégeztetett. Az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ha ezt megértjük, hogy a múlt, a jelen és a jövőbeli bűneink mind ott voltak a keresztfán, és ő áldozat volt mindezekért,
És a te bűneid nem azért lettek megbocsájtva, mert te megvallod azokat, hanem azért vallod meg a kereszt lába alatt a bűneidet, mert már megbocsájtattak, és Istennek kijelentett, hogy milyen hálás vagy, hogy Uram, én ezt és ezt elkövettem, és te mégis megbocsájtottál nekem. És odaadtad előre nekem a bűneim eltörlésének az ajándékát 2000 évvel ezelőtt a kereszten. Vagyis ez nem féktelenné tesz majd minket, amikor felfedezzük, hogy szabadok vagyunk a gonoszság kötelékeitől, hanem végtelen hálát fog ébreszteni a szívünkben, és egy hatalmas erőt fog felszabadítani bennünk. Egy hatalmas erőt fog felszabadítani bennünk, hogy Isten ennyire szeret minket. Mert ez mind az ő szerelmének, a sokaságából, az ő szerelmének az emésztő tüzéből történt meg, hogy téged felszabadított a bűneidnek a fogságából, felszabadított a káros szenvedélyek alól, felszabadított a kötelékek alól, és hogy ez már megvan neked. Ki van fizetve a váltság, és te szabad vagy. A kegyelmek gazdagságának nincs kezdete, nincs vége, örökön öröké való. Vagyis a megbocsájtatott bűneink kiterjednek az Úr kegyelméből a múlt, a jelen és a jövőben elkövetett bűneink sokaságára. Így nem fogsz feszengeni, hogy jaj, csak el ne kövessek egy bűnt. Mert hogyha abban a bűnben beleesett a test gyengesége miatt a hívő, és odáll a kereszt lábához, és megvallja a bűnét, és megköszöni, hogy ez a bűne eltöröltetett, 2000 évvel ezelőtt abban a gazdagságban, a kegyelmének a gazdagságában, akkor felszabadult a lelkiismerete. Látod, Isten nem akkor bocsájtja meg neki a bűnét. Isten megbocsájtotta a bűnét 2000 évvel ezelőtt, eltörölte a bűnét, de az ő lelkiismeretének fel kell szabadulnia. És az ő lelkiismerete akkor szabadul fel, ha elveszi arra a bűnére a kegyelmet a keresztlábánál, ahol Jézus azt a bűnt elviselte. Ha a keresztények ezt megértik, akkor nem féktelenekké válnak. Ez nem fogja felszabadítani a bűn erejét az életükben, hogy ó, hát akkor annyi bűnt fogunk elkövetni, amennyi csak belefér. Nem. Ha így gondolkozol, akkor nem születtél újjá. Akkor még nem születtél újjá, mert akkor a bűnös embernek a szelleme van még benned. Aki megnyitja magát ezekre a bűnökre. Nem. Aki újjászületett, az távol tartja magát a bűntől, megőrzi magát a bűnöktől, és egy kegyelmet kap előre, egy kifizetett kegyelem arra, hogyha azokat a bűnöket elkövetni a jövőben, amit nem akar elkövetni, nem szándékosan vétkezik egy keresztény, hangsúlyozom, soha nem követi el szándékosan előre, mert Isten félelme és Isten szeretete van a szívében, de ezt a fajta szabadságot, amit ad nekünk a bűneink eltörlésének a megértése és a váltságunk kifizetése, ettől nem féktelenekké válunk, hanem szabadokká válunk. Szabadokká válunk a bűn kötelékétől. Szabadokká válunk a lelkiismeretünk terhelésétől. És felszabadítja a hitünket. Tudunk egy olyan felszabadult hitben gondolkodni és élni, ami hatalmas dolgokat cselekszik Istennek. És Istennek a legnagyobb kincs a földön, amit hordozol a szívedben, az az ő szeretete és az ő hite. Ez a két leghatalmasabb dolog, amit hordozol a szívedben. Mit gondolsz, mire akar rácélozni az ellenség, az tolvaj, az ördög, pont ezekre? Ne járj szeretetben, és bénuljon meg a hited, hogy ne tudj cselekedni, hogy ne tudd azt a dolgot megtenni, amit Isten akar tőled, mert kárhoztatod magad, mert úgy gondolod, hogy te nem vagy elég jó, hogy te nem vagy méltó ahhoz, hogy odajárulj Istenhez, és kérjél, és kegyelmet vegyél. Látod-e, miről szól a harc a szellemi birodalomban? Isten elvégezte hitet felszabadítását, és
A hitünknek az ereje pedig hatalmas dolgokat képes megcselekedni. Mondja azt a Júdás levelében a Szentírás, hogy a mi hitünkben való közösség hathatós legyen a Krisztus dolgában, vagyis a hitünknek hathatósnak kell lenni a Földön. Ha kárhoztatva van a hited, akkor soha nem fogja tudni elvégezni azt, amire Isten elküldte. A mi hitünknek hathatósnak kell lenni, hatékonynak kell lenni az ellenség munkájában. Ha azt parancsoljuk, hogy állj, eddig és ne tovább, akkor térdet kell hajtson, mert a hitünk által van mindez Isten királyságában. Engedjetek most meg nekem egy csodálatos részt a Bibliából, ami kifejezi, hogy hogy viszonyulnak az ön megigazulásukat kereső keresztények, és a magukat bűnösnek elismerő, de hitüket felszabadító keresztények. Micsoda különbség van köztük. A bűneinket nem tagadjuk. A bűneinket el kell ismerni, hogy megcselekedtük, és utána feloldozás van a kereszt lábánál, és Isten azt mondja, menj tovább, ezért már kifizettem az árat, és felszabadítottalak. Ez a bűn nem terhel többé, szabad vagy. És ez a csoda, amit meg tud az ember szíve érteni, hogyha az evangéliumát tisztán hirdetik a számára. A tiszta, ezért mondja Pál, a tiszta evangélium. És nem lehet másként fogadni, csak úgy, ahogy Isten szándékozta, hogy megértsük. Nézzük meg a Lukács evangélium 7-ben ezt a csodálatos példát, amikor egy bűnös asszony esik le Jézus lábaihoz, és valahol megérzi a szívében, hogy az ő összes bűne ebben a drága, szent Jézus Krisztusban, aki bement a farizeus házában, az ő bűnei mind eltöröltöttek, és mind el vannak engedve, és hogy ő szabad ezektől. Hogy ő szabad ezektől. Elolvassuk ezt a részt, mert nagyon, de nagyon tanulságos, tehát Lukács 7-ben a 36-os verstől indulunk, és az 50-es versig fogjuk olvasni, és egy felszabadító megértést fogunk kérni Istentől, hogy adja meg nekünk azt a szabadságot, hogy hogyan tekintsünk a bűneinkre. Pontosan úgy kell, hogy Isten tekint rá, és ez kijön ebből a példázatból. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bement a farizeus házába, és leült enni. Vagyis Jézus meghívta az egyik farizeus, Simon volt a neve. És volt a városban egy asszony, aki bűnös volt, és ez az asszony, amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában leült enni, hozott egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul, Jézus lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait. És fejének hajával megtörölte azt, és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kenettel. Elgondolkodtató, hogy ez az asszony minek az indítására cselekedte mindezt. Az ember nem cselekszik ilyet minden nap, hogy leborulunk valakinek a lábai elé, könnyekre fakadunk, a könnyeivel elkezdjük öntözni a szentnek a lábát, és a hajával törölgette, és csókolgatta az ő lábait. Ez a fajta különleges bánásmód, ez nem mindennapi, és nem jár mindenkinek, csak annak az irányában, aki felé valami különlegeset érzünk, és nagy hálával tartozik a szívünk. És hogy a drága kenettel megkente. No, nem kellett több a farizeusnak. Mikor ezt meglátta a farizeus, aki őt meghívta, magában ezt gondolta. Hogyha ez proféta volna, Jézusról gondolta, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt illeti, és hogy ez bűnös. És hogy illetheti a bűnös, ugye, a profétát, a szentet?
És felele Jézus, és mondanék, Jézus látja, hogy látja a gondolatainkat, látta Simon gondolatait, és látja a tiédet is. Minden pontosan tudod, látja a gondolatait, nyugodtan beszélgess vele a gondolataidban is, ő mindent átlát. Simon, van valami mondani valóm néked, mondja Jézus. És ez azt mondta, Mester, mondjad. Mint hogyha engedély kellett volna ahhoz, hogy Jézus megszólaljon, Simon engedélyt ad Jézusnak. Mondjad, mondjad, Mester. Látod azt a félváról vett hozzáállást, ami akadályozza aztán ezt a farizeust, hogy ő kegyelmet vegyen Jézustól. Ő nem tudott kegyelmet venni tőle. Az asszony képes volt kegyelmet venni Jézustól, mert felismerte a szívében. És ez kegyelem, amikor felismerjük a szívünkben, hogy ki az a Mester, ki az a Mesiás, ki az a próféta, aki eljött a földre. És a Mester a következő példázatot mondja neki. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. Ugye ez tízszerte nagyobb adósság az első, mint a másiké. És mikor nem volt nékik miből megadni, vagyis egyikünk sem tud képes a saját bűneinket fizetni. Ez erre hasonlat. Mind a kettőnek elengedte. És Jézus elengedte a mi bűneinket. Itt a példabeszédből ez jön ki. E kettő közül azért mondd meg nékem, melyik szereti őt jobban. Na, ilyenkor már az embernek a szíve hajlik arra, hogy könnyekre fakadjunk a szívünkben. Ugye az egész a szeretetről szól. Melyik szereti őt jobban? Isten az egészet az ő szeretetéből végezte el, de hogy ez mit fakaszt a szívünkön? Hogy ez azt a szeretetet fakasztja a szívünkön, hogy mi viszont tudjuk szeretni azt, aki velünk ezt cselekedte. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, látjátok megint ezt a flegmaságot, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Hát nem csak gondolt, ez így is van. És Jézus mondanéki, igazán ítéltél. És Jézus az asszonyhoz fordulván, vagyis Jézus odafordult az asszonyhoz, és Simonnak mondja. Látod-e ez asszonyt? Bejöttem a te házadba, és a lábaimnak vizet nem adtál. Pedig az volt a szokás abban az időben, ha valaki vendégségbe jött a házhoz, akkor a lábainak vizet megáztatták vízbe. Ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál. Ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Látod azt a hálát, ami ennek az asszonynak a szívéről fakad? Hát valahol a szívének a mélyén tudta, hogy ez az ő messiása, aki azért jött, hogy az ő bűneit eltörölje. És olajjal az én fejemet meg nem kented. Ő pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Jézus, látod, mennyire pontosan figyeli, hogy a farizeus milyen rideg-hideg módon fogadta, és az asszony micsoda odaadással is, és szeretettel van az irányában. Hát ez egy éles különbség, egy éles párhuzam. Minek okáért mondom néked, ezek Jézus szavai. És Jézus akkor ezt mondja, ő igen szeret, mert néki sok bűne bocsájtatott meg. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Megkapta a farizeus a választ. Olyannyira igaz vagy az önerőből való megigazultságodban, mindent tökéletesen teszel a törvény szerint, de engem nem szeretsz. De engem nem szeret, és erről szól minden. Azért jöttem a földre, Isten szeretetét hoztam a földre. Ez az asszony pedig tudja, hogy neki sok vétke bocsájtatott meg, sok bűne töröltetett el, mert igen, bűnös asszony volt, és mindenki ismerte, hogy ez az a bűnös asszony. És hogy milyen bűnök, azt nem sorolja a Biblia, valószínűleg egy prostituált volt. De teljesen mindegy, sok bűne volt. Sok bűne volt, és ez mind megbocsájtatott neki, és ezt ő tudja a szívében, és ezért igen szeret engem, mondja Jézus. És Jézus az asszonynak pedig ennyit mond, megbocsájtottak néked a te bűneid.
hogy feloldozta az asszonyt. Feloldozta az asszonyt, mert az a szeretet, ami a szívéből kiárat, az arról szólt, hogy ő megértette, hogy Jézus a messiása van itt, aki elhordozza az ő bűnét. És Jézus közölte vele, hogy igenis, helyesen hiszel. Neked megbocsátott a bűneid, mert elfogadó hittel jöttél hozzám. Elfogadó hittel jöttél, és tudod, hogy én vagyok a váltság a bűnökért. És akik együtt ültek vele, az asztalnál kezdtek magukban gondolkodni, mert megint magukban morfondíroznak a farizeusok. Ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Mindig ezen akadtak föl. Ki ez, aki a megbocsátja a bűnöket? Hogy képzeli, hogy ilyeneket beszél? Nem tudták, hogy Isten fia ül ott az asztalnál velük. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Látod-e, hogy hitáltal tudta az asszony elfogadni a bűneinek az eltörlését, és a végtelen háláját tudta csak cserébe adni, a végtelen hálát és a szeretetét, ahogy Jézus mondta, ez igen szeret engem. Mert tudja, hogy sok bűne bocsájtatott meg. És Jézusnak ez a drága, amikor szeretettel megyünk oda. Amikor a szeretetünk visz oda Jézushoz, hogy meg tudjuk köszönni, hogy mindazt, amit vétkeztünk, azt ő eltörölte. Hogy kifizette a váltságot, hogy szabadok vagyunk. És Jézus azt mondja, menj el békességgel. Mondom neked, hogy mától békességed van. Többé nem zaklatnak a bűneid, többé nem zaklat a váltság a bűneidért, mert mostantól békességgel fogsz menni ebben az életben. Mert megtartott téged a hited, és akinek sok bűne bocsájtatik meg, ez a mai napon is így van, aki magát oly tökéletesnek tartja, hogy azt hiszi, hogy csak saját magától majd bejut a mennyországba, hát az nagyon téved, mert eljön a nap, amikor kilépünk a testünkből, és két hely van, ahova mehetünk, az egyik a mennyország, a másik a pokol. És semmi más nem dönti el, hanem csupán az, hogy Jézust a szívedben hordozod, a váltságot, vagy sem. És nem a saját cselekedeteid szerint lesz a megméretés, hogy hova kerülünk. És ez az asszony, miután felmentettek a bűnei alól, nem féktelenné vált, nem ment ki a világba, hogy még több bűnt elkövessen, hanem békességgel tudott menni, mert Jézus feloldozta. Szabaddá lett a hitében, szabaddá lett, felszabadult a hitében, és békességgel tudott elmenni az ő útjára, mert Jézus feloldozta őt. Hála és dicsőség ezért Istennek. Abba az igerészbe belekezdünk, ahol a jövő héten folytatjuk, mert mindenképpen szeretném, ha ezt hallanátok most is, meg a jövő héten is. És ez pedig a Róma levélben van, a 4. fejezetben. A 6-tól 8-as verseket fogjuk olvasni, hogy megértsétek, hogy miről is van szó, hogy tekintett erre már Dávid? Dávid egy hatalmas, hatalmas profétája volt az Ószövetségnek, az egyik legnagyobb profétája, és egy bepillantást kapott abba, hogy milyen is az, amikor az új szövetségi hívő bűnök nélkül élhet és járhat. A 6-os versből írja, amint Dávid is áldottnak mondja azt az embert, akit Isten tettek nélkül igazít meg. Itt a lényeg. Itt a lényeg. A bűnös asszony nem azért kapta az igazságát, mert jött, és a könnyeivel öntözte Jézus lábát, és megkente olajjal. Nem ezekért a cselekedetekért kapta meg a megigazultságát. Jézus a bűneink eltörlésért jött a földre, a cselekedeteink nélkül megcselekedte. Ez az asszony csak ráérzett erre, hogy az Úr, ami hatalmasat végzett el érte, és a hálájának a kifejezéséért jött és cselekedte mindezt. De itt hangsúlyozza az igen, hogy a tettek nélkül való megigazítást kapja meg az igaz ember. Akit Isten igaznak ítél, azt az ő tetteinek nélkül, tettei vizsgálata nélkül adja neki Isten. Áldott az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a nem tulajdonít, ez egy jogi kifejezés. Egy olyan, mint egy számviteli kifejezés, hogy hova számítjuk be. Az egyik rubrikába számítjuk be, vagy a másikba írjuk be azt a bizonyos összeget. Egy ilyen kifejezés áll itt
a tulajdonítatik szónál. Az Úr bűnt nem tulajdonít az igaznak. Nem azt mondja, hogy nem cselekedett bűnt, vagy nem fog cselekedni bűnt a jövőben, mert Isten nekünk odaadta a bűneink eltörlését a múlt, a jelen és a jövő tekintetében. Ez ad nekünk egy szabadságot. És ha elkövettük azokat, hangsúlyozom, nem szándékosan, egy igaz ember soha nem fog bűn szándékkal elkövetni a fele barátja ellen, annak az Úr azt a bűnt nem tulajdonítja. Miért? Mert Jézusnak tulajdonította. Jézusra terhelte. Jézusra ruházta rá. Ahogy Jézus rá öltötte a mi bűneinket, és a bűneinket való váltságot, ugyanúgy minket pedig a Jézus Krisztusi igazsággal ruház fel, és nekünk tulajdonítja a bárány igazságát. A bárány igazságát, akit leölnek. Jézust megölték. És az ő igazsága reánk száll, tulajdonítatik nekünk Istentől, mert ez az ő kegyelme. Ez a tulajdonítatás. És ha ezt megértjük, hogy akinek sok bűne bocsájtatik meg, vagyis egyszerűen eltöröltetik, mert Jézusra terheli Isten, az nagyon szeret engem, mondja Jézus. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, mert önerős keresztény, így szoktam hívni, önerőből járnak, a saját cselekedeteikkel dicsekednek, hogy mekkora nagy dolgokat cselekedtek, és mekkora nagy tanítványok lettek, ez mind dicsőséges, csak Isten elé nem lehet hozni. Mert minket az egy csodálatos, szent megváltás tett mindannyiunkat igazzá, egy a keresztség. Egy a hit, egy a szellem, egy a keresztség. Ugyanaz a keresztség igazít meg mindannyiunkat. És mivel kevés bűne bocsájtatik meg, ezért nem érez olyan hálát a szívén, és nem szereti annyira Istent. Ezért vannak azok a nagy csodák, hogyha valakit a börtön mélyén megtalál Isten a bűneinek sokasságában, és utána feloldozza Isten az ő bűnei elől, új teremtését teszi. Tudod, az az ember nagyon fogja szeretni Istent, és mindenre képes lesz, hogy megtegye Isten népét, mert annyira szereti őt. De nem azért kapja meg az üdvösségét, mert utána ezeket és ezeket a dolgokat teszi. Ha ezt megértjük, akkor kapunk egy csodálatos reményt a jövőre. Hogy igen, Isten is elfogad minket. Istenhez oda lehet járulni mindenkor, mert azt az utat megszentelte a számunkra. A szövetség ládája előtt a főpapnak 7-szer kellett hinteni a vérből, a 7 pedig a teljesség száma, ami kijelenti, hogy te teljességgel tisztára lettél mosva a szent vérben, teljességgel megigazultál. Megigazultál, tiszta vagy. A kegyelem fedelére, pedig a szövetség ládának a tetejére egyszer hintett a főpapa vérből, ami azt jelenti, hogy egy egyszer és mindenkorra szóló áldozat által vagy szabad Isten előtt. Nem kellett Jézusnak többször megáldoztatnia egyszer, mert ő tökéletes áldozat volt, hogy tökéletessé tegye a te lelkiismeretedet. Így tehát nem szégyen van előtted, amikor Isten elé járulsz, hogy mit tettél a múltban a bűneidért, hanem egy bőséges kegyelem vár rád. Egy bőséges kegyelem van Isten trónja előtt a számodra, amit Jézus Krisztus szentelt neked élő út gyanánt. Egy élő utat szentelt azért, mert az ő élete ment elől, és abból az életből részesülsz te is, amikor odajárulsz Isten trónja elé. Pál is, aki a farizeusok közül a legkiválóbb volt, és a legmagasabb farizeussággal élhetett és dicsekedhetett, hogy kiválóságra jutott a farizeusságában. Azt mondja a Filippi 3.9-ben, miután megértette az evangélium üzenetét. Azt mondja, hogy nincs saját igazságom a törvényből. Ne keressétek, mert nem tudom megmutatni. Ahhoz képest, hogy mit tett Jézus értem, az én igazságom semmi. Nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Vagyis az, amit Krisztus elvégzett, értem, onnan van az én megigazoltságom, és tovább folytatja, hogy megértse az is, aki eddig nem értette,
Istentől való megigazulásom van, hitáltal. Hitáltal, hitáltal, hitáltal. Mindig mondd magadnak. De amit kaptam, az hitáltal van. Hogy én Isten igazsága lettem Krisztusban. Istennek a megigazultsága lettem Krisztusban. Ha olyat tettél, amiért a később károsztat a lelkismereted, akkor oldozz el a lelkismereted a szent vérben, a szent vér elismerésében, hogy az megtisztított téged, és annak jelens ki, hogy én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Amikor ezt teszed, akkor Isten dicsőségére vagy. Mert elismered azt az áldozatot, amit Isten bemutatott érted. Ha a bűneidről beszélsz, és a bűneidnek a sokaságát magasztalod, akkor nem Jézus Krisztus magasztalod, hanem a bűnt magasztalod, amit Isten eltett az útból. Vagyis azt kell kijelentened, Isten igazsága vagyok Krisztusban. Szabad vagyok minden gonosz köteléktől Jézus nevében. Miközben esetleg pont megint beleestél abba a kísértésbe, amivel 20 éve jársz, vagy 30 éve jársz, vagy 40 éve jársz, és még mindig nem tudtál kiszabadulni belőle, jelents ki minden körülménynek a képébe, avval szembesülve. Szabad vagyok minden gonosz köteléktől Jézus nevében. Szabad vagyok minden betegségtől. Szabad vagyok a fájdalomtól. Szabad vagyok mindattól, amit az ellenség hozni akar nekem. Mert én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Mit teszel ilyenkor? Szabaddá tetted magad. Szabaddá tetted magad a szádnak beszédei által. És még e felett való jód is van, mit tettél ilyenkor? Dicsőséget szereztél Istennek. Mert a Jézus Krisztus megváltásában való részesülésedet jelentetted ki Isten trónja előtt. És ez Istennek dicsőséget szerzett. Szerettem volna, hogy ezt ma elmondhassam nektek, és megköszönöm Istennek a kegyelmet, hogy megtehettem. Mert keresztényeknek, ahhoz, hogy szabadon járhassanak és élhessenek, erről tudniuk kell, és ezt gyakorolniuk kell, ebben élniük kell, fel kell tudni szabadítaniuk a saját hitüket. És ez fogja hozni azt, hogy valóban szabadon élhetünk, és megláthassuk azt a szabadságot, amit Isten szerzett nekünk a Krisztusban. Ámen, ámen és ámen. Ha gyakorlod ezt, akkor benne járhatsz majd. Ha nem veszed a szádra Isten igéjét, akkor soha nem fogod meglátni azt. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre, a szabadulásunkra. Nem elég tehát, hogy a szívünkben tudjuk, a szánkkal vallást kell tenni róla, ki kell jelenteni. Az én lelkismeretem minden bűntől megszabadult, mert Istennek a tisztasága, a szentsége vagyok a Krisztusban. És ha ezt teszed, és ezen munkálkodik a hited, akkor egyre inkább fogod látni az életed abba az irányba, abba a csapásvonalba fog haladni, azon a keskeny ösvényen, ahol Isten akar látni téged. Dicsőséget adunk neki, hogy ezt megérthettük, hogy befogadtuk a szívünkbe, hogy gyakorolhatjuk ezt, és Istennek az örömére lehetünk, és hirdethetjük az evangéliumot, a tiszta evangéliumot, az egyszerű evangéliumot, a kegyelem evangéliumát, az erő evangéliumát néztük az elmúlt hetekben, milyen módokon vezeti föl Isten az ő evangéliumát, az erő evangéliumának nevezi. Miért? Mert ha ezt megérted, erő fog felszabadulni a lelkedben. Erő fog felszabadulni a szellemedben. Az az erő, amit Isten helyezett oda. Az ő szelleme által. A drága Szent Szellem által. Aki ma is itt van, és jelen van, és az ő jelenlétében vigasztal téged, és bizonyságot tesz arról, hogy ne a bűneidet tekints, hanem arra, aki felszabadított a bűneid alól. Bizonyságot tesz arról, hogy te szabad vagy a bűneidtől, hogy minden bűnöd eltöröltetett. És ezért fogsz végtelen hálát érezni a szívedben. És fogsz tudni egy alázatban járni. Egy olyan alázatban, amit a világ nem ismer, mert fogalmuk nincs róla, hogy Isten mennyire szerette őket, és Isten mit tett értük a kereszten. Az ember igazán megérti, akkor meg tudja hajtani magát a kereszt előtt, és teljes alázatban tud járni. Mert akinek sok bűne bocsájtatott meg, az igen szereti a Jézust, és szereti az Istent,
és szereti a Szent Háromság harmadik tagját, aki a szívünkbe költözött, és akivel a közösségünk van, a drága Szent Szellemet. Hála és dicsőség neki!